A Pécsi Egyházmegye épített és tárgyi örökségét bemutató programok mellett szerepet kap a szakrális zene is a szeptember 4-e és 11-e között zajló eseményen, az Ars Sacra Fesztiválon. A keddi est során az Egyetemi Női Kar és a Pécsi Egyetemi Kórus közösen hangolta a résztvevőket az oltári szentség tiszteletére komponált zeneművek megszólaltatása által. Két kiváló orgonista kollégánk működik közre, Kovács Szilárd és Balatoni Sándor, és ami egy különlegességes érdekessége a ma estének, hogy az ő szerzeményeiket is be fogjuk mutatni, tehát Kovács Szilárdnak kettő és Balatoni Sándornak is kettő művét fogjuk elénekelni, és ezen kívül természetesen egyházi repertoárból választottunk, hát tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a reneszánsztól egészen a napjainkig végigkísérjük a egyházzene fejlődését. Azt gondolom, hogy ez egy szép koncert lesz. Azért mondtam, most ezt emeltem ki ezt, hogy gondolom, hogy szép koncert lesz, mert igazából csak tegnap találkoztunk a gyerekekkel, ugye tegnap, mármint a hallgatókkal, ugye tegnap kezdődött az egyetem, tehát egy próbát tudtunk csinálni, persze hát ezeket bepróbáltuk már korábban természetesen, mert júniusban tudtunk tartani egy kéthetes összetartást, és hát most kellett felújítani ezeket a darabokat. Eddig az egyházmegye által szervezett karácsonyi koncertekkel léptek fel, most azonban megnyílt a lehetőség, hogy egy ilyen nagy fesztiválon is megmutassák tudásukat. Az első ilyen alkalom, hogy egy ilyen egyházi rendezvényen, központi egyházi rendezvényen tudunk megmutatkozni, hát ez nyilván Kovács Szilárd kollégámnak köszönhető, aki ugye nem csak hogy a bazilika főorganistája, hanem hát nyilvánvalóan az Emészeti Intézetben is dolgozik, és azért szeretném elmondani azt is, hogy kik vezényelnek ma este, mert tulajdonképpen az Emészeti Intézet karvezetés szakos, vagy karvezetéssel foglalkozó kollégái fognak ma vezényelni. Antal Laura, Hofner Tibor, Balatoni Sándor is vezényel, és Hoppár Péter is vezényel rajtam kívül. Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész, a Pécsi Székesegyház zenei igazgatója és egyben a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézet igazgatója is lett az esti hangverseny főszervezője. A jelenleg párhuzamosan zajló nemzetközi eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódik az Ars Sacra Fesztivál. Szándékosan tettük erre az időpontra, bár mondjuk az Ars Sacrát azt nem mi határoztuk meg, hogy mikor zajlik, de magát ezt a hangversenyt szerettük volna, hogyha a kongresszussal párhuzamosan annak részeként rendezhetjük meg, mivel a műsort úgy állítottuk össze, hogy az oltári szentséghez kapcsolódó kórusművek dominálnak benne. Tehát ezzel a cím is az, hogy fókuszban az eukarisztia, vagy az eukarisztiára hangolva, így is mondhatnám. Tehát, hogy megmutatni azt, hogy az egyház zene művészetnek ez egy milyen fontos szelete. Tehát, hogy kifejezetten nem csak liturgikus szövegek, nem csak bibliai szövegek, egyébként nagy része liturgikus ezeknek a szövegeknek, amelyek ma felcsendülnek, de nem mindegyik bibliai eredetű szöveg. Vannak költött szövegek is köztem, kettő olyan kompozíció is elhangzik, amelynek zeneszerzés pályázatán díjazott lett. Az egyik az Balatoni Sándor kollégám egy kórusműve, a másik művet pedig én írtam, az a Magyar Mise. Ezek is ilyen módon szorosan kapcsolódnak a pesti eseményekhez. Az es során felcsendültek Haydn, Mendelssohn, Rossini és Kodály művei, melyet az Egyetemi Női Kar, a Pécsi Egyetemi Kórus és az Összkar előadásában hallhatott a közönség.